Sziasztok, üdvözöllek benneteket egy újabb videóban, nem máshonnan, mint a legendes őrfőzde elől, és nem másról lenne szó, mint a legenda automodell bőrzéről. Gyertek körbe, kalózolok titeket a bőrzén, megmutatom a különböző standokat, mindenki megtalálja magának való dolgokat. Itt a Mami, finom Hami, tudjátok, mindig bejelentkezek a Mamitól. Itt a sarkon egyből a főszervezőnek a standjával kezdeném, a Lacival. Gyönyörű szép Forma 1-es relikviák, autómodellek, látjátok, sapik is vannak, mindenféle modell. Itt van Laci is, ő neki a gyönyörű gyűjteményét mutatom nektek be, le a kalappal, óriási gyűjtemény, és ezen kívül van neki a saját gyűjteménye, szóval nem semmi. Csinálta Sennáról is egy emlék standot, mikor a évfordulója volt. Láthatjátok, hogy mindenféle kivitel van, van Lego is, és rengeteg sok kicsi is van, Hot Wheels-ek is vannak, De Augustinus modellek is vannak, eredeti bolti modellek is, amit a szalomba lehetett venni. És a következő stand az enyém, megismeritek a szürke ládákról, illetve a közlekedési relikviákról. Van nála mindenféle ilyen buszos alkatrész, villamos táblák, lábos táblák, 1-72-es De Augustinus buszok, Atlas trolibusz, Faros, 30-as, van Atlasos, De Augustinus trolim is, 4-15-ösöm is, 66-os, 55-ös, mindenféle barkasz, Niza, és rengeteg sok 1-85-ös kamionban eladó. Vitrin is van nálam eladó, 3 darab van, 2 darab originál, 1 darab bontott, és vannak egy a 43-as kisautók is, illetve Hot Wheels kisautók is vannak, és természetesen egy 87-es autóbuszok és kisautók, minden is. Itt a szomszéd, customos, egyedileg készített, átalakított, átfestett kisautók, mindig is szépek, Hot Wheels-el, válogató, szomszéd, másik szomszéd, rengeteg sok Hot Wheels, mindenféle kivitelben, és itt is rengeteg sok Hot Wheels. A túloldalt pedig időutazás, szervusz, retro matchboxok találhatóak itt a standban, mindenféle korszakból. Vannak még ilyen régi nagyméretű matchboxok is. Így néz ki amúgy a nagyterem. Láthatjátok, hogy azért vannak látogatók is, és rengeteg sok árus is. Itt is matchboxok, hát félszer. Sziasztok! Egy kis custom, egyedi 3D nyomtatott felnék, gyönyörű átfestett autó. Itt is rengeteg sok szép autó közül lehet válogatni. A legkisebbtől, az 187-től a legnagyobbig, láthatjátok, hogy rengeteg portéka közül lehet válogatni. Gyerekkorom csuklós busza is itt van, Sigu. És a nagy autók közül is lehet válogatni bőven. És itt van az autó parkom, standja is, Markónak a portékái. Rengeteg 1-87-es kamion, 1-87-es kis autók, teherautók, és 1-43-as modellek közül is lehet válogatni a Gyulánál. Itt is egy kis időutazás, régi matchboxok. Bontott gyári dobozos, egy kis custom. Gyönyörű szép. Itt is kész időutazás, gyerekkorom meg még régebbi matchboxok közül lehet válogatni. Van, ami bontott, de vannak, amik dobozosok. Gyönyörű szép gyűjtemény. Az ritkaságok is felelhetők itt a bőrzén. Ők is ritkaságok. Szóval mindenki megtalálja magának való kis modellt, mindenféle méretarányban. És ők is ritkaságok.
gyertek ki a legendába, de az eladóval a KMO-ban is tudtok találkozni, a középső kis teremben. 1975-ös blisteres hippi van, kis busz, igazi kuriózum ő is, és csak Amerikában volt forgalmazva. 75-ről beszélünk, gyerekek, majd 40 év. 50, 40, nem tudok számolni, nem semmi, időutazás. Lehet válogatni itt ennél a standnál is. Egy a 18-as modellekből, illetve egy a 72-es tűzoltó közül is. Vannak Star Wars, relikviák is, mindenféle jóság. Akkor adok 3000 és akkor Fiat Collection. A standnál is lehet válogatni egy 87-es méretarányú modellekből. Vannak ilyen blister nélküliek, és vannak munkagépek is, mindenféle kivitelből lehet szemezgetni, gyönyörű szépek. Illetve a matchboxokról se feledkezzünk el, abból is van bőven, és a James Bond Collection-t is lehet gyűjteni. Jó néhány darabja megtalálható itt a standon. Burágó, és vannak dobozos matchboxok is. Vannak ilyen turkálók is, mindenféle náció megtalálható. Itt is lehet válogatni, itt is vannak régi matchboxok. Burágó. És aki az 1-43-as méretaránynak a szerelmese, az is jól be tud itt vásárolni. Rengeteg sokféle gyűjtő sorozat közül lehet válogatni, mindenféle kivitel. Itt lent is vannak, lehet válogatni. Tényleg mindenféle kivitel van, Skoda sor, retro autósor, teherautóból is van bőséggel, jó kis Zill, illetve vannak nagyobb méretarányú modellek is. És természetesen az Icarus szerelmesei is megtalálják a maguknak való modelleket. És a legendás teherautósort is meg lehet vásárolni. Itt vannak olyan lapszámok, amik külföldről kerültek ide, haza, és aki nem tudja kivárni a itthon megjelenését a modellnek, például ennek a gyönyörű szép Tátrának, az már most meg tudja vásárolni a gyűjteményébe. Vannak különböző Ziu troli, más típusú troli és Icarus modellek is. Gyönyörű szépek. És vannak kis 1-72-es Icarusok is. Következő standnál is lehet válogatni buszok közül, matchboxok közül. James Bond autó is van itt is. Atlaszos buszok, retro autók, mindenféle modell közül lehet válogatni. Csuklós busz is van. És ennél a standnál is lehet egy a 43-as modellek közül válogatni. Van Icarus, teherautó, minden is. Ismételten időt utazunk, matchbox időutazásban veszünk részt. Láthatjátok, hogy milyen szép eredeti csomagolású kis autókról van szó. Természetesen itt is megtalálhatóak a bontott autók, ezek is a matchbox tárolóban. Szóval gyönyörű szép gyűjtemények vannak itt, és lehet szemezgetni. Esetleg ami nincs meg az embernek, be lehet gyűjteni. És itt is van nagyméretű matchbox is. Rengeteg-rengeteg liszteres, gyári dobozolású matchbox. De bemehet bárki, napi egyben.
Nem úgy, le kell rakni látásra. Hát ahol mosták a kocsiját... Egyedi átalakítású postás autók, teherautók, autóbuszok, volt kocsis rába, kettő kivitel, AC-s kamionok, és különböző matrica szettek közül is lehet válogatni a Tony Cars-nál, föl lehet matricázni a Verdákat, a legendás teherautókat. Rengeteg Hot Wheels. És így néz ki ez a kis terem. Itt vagyunk a másik kis teremben, ez pedig így néz ki. Rengeteg-rengeteg Hot Wheels, rengeteg autószállító közül lehet válogatni. Na hát ennyi lett volna ez a bőrze körbetekintő, remélem tetszett. Találkozunk egy következő videóban, ha tetszitek, látogassatok ki a legenda autómodell bőrzére még a mai nap folyamán. Pikpak föl fogom tölteni a videót, és el fogom nektek mondani a következő időpontot, mikor lesz bőrze, itt a legenda sörfőzde centerben, ami nem más lesz, mint október 6-a vasárnap. Itt vannak a bőrzi időpontok, most szeptember 15-e van, október 6 lesz a következő, és november 10-e az utána lévő, és december 15-én lesz az utolsó legenda autómodell bőrze. Remélem tetszett ez a videó, találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!